Halál, elmúlás, nehezen értelmezhető, sok szenvedéssel járó fogalom, amit mindenki másként él meg és fejez ki. A halottak napja arra kínál alkalmat, hogy méltó módon emlékezzünk meg hozzátartozóinkról. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Bátaszéken is megtelt a temető a délutáni közös megemlékezésen. Énekléssel, imádsággal, mécses gyújtással emlékeztek meg a temetőbe kilátogatók halottaikról. A hozzátartozók közül volt olyan, aki azt mondta, ez számára megnyugvást jelent, ezért minden évben részt vesz ezen. Minden évben ilyen halottak napján itt délután mindig volt. Ön mindig ki szokott jönni? Igen. Hát a halottaimról megemlékezni. Uh-huh. És akkor misét még végighallgatjuk, uh-huh. Imádkozunk. És jól esik ki. Igen, egy kicsit úgy megnyugszik az ember. Sónyékről vagyok itt, mert itt laktunk Bátorszéken, de 16 éve ott vagyok a lányommal, mert a férjem itt halt meg Bátorszéken, és azóta itt vagyok minden évben. Itt van, és a szüleim itt vannak, én bátorszéki vagyok, itt születtem, itt vannak eltemetve a leszármazottak, és akkor ilyenkor el szoktam jönni. Kedves testvéreim, emlékezni jöttünk a mai délután, emlékezni szeretteitekre, emlékezni azokra, akik előttünk jártak az élet útján, mint mi is zarándokként. Zarándokok vagyunk ezen a földön, ahová az Isten teremtett bennünket, de hazavár bennünket abba a hazába, amelyet Urunk Jézus Krisztus készített számunkra. Ezért a keresztény embernek az emlékezés, az nem egy puszta dolog, hanem egy valóság, amelyben Istennel találkozhatunk. Azzal az Istennel, aki megteremtett és megváltott bennünket, és aki az örök életet ígérte az ember számára, annak az embernek, akinek fölkínálta ezt a lehetőséget, annak az embernek, aki ezt el is fogadta tőle. Kürtösi Krisztián bátaszék plébánosa a megemlékezésen a feltámadásról és annak fontosságáról beszélt. Krisztus föltámadta a halálból, elsőként a halottak közül, egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad föl, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat. Addig kell ugyanis uralkodni, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti, utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert amint a Szentírás mondja, hatalma alá vetett mindent.
Kürtösi Krisztián a megemlékezésen szólt arról is, hogy a keresztény hit szerint, ahol nincs szenvedés, ahol nincs kereszt és fájdalom, ott nincs üdvösség és örök boldogság sem. Könyörülj, Urunk, elhunyt testvéreinken, rokonainkon, barátainkon és jótevőinken, add, hogy akikhez itt a földön szeretet fűzött bennünket, a más világon élvezhessék a te örök szeretetedet. A halottak napja eredetileg keresztény ünnep, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztító tűzben levő hívekért. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából, az elhunytakról való megemlékezés napjává.